Tóth Évet szenzációs teljesítménnyel a 8. helyen végzett a debreceni Főnix csarnokban rendezett junior műkorcsolya és jégtánc világbajnokságon, ami óriási előrelépés a tavalyi 28. helyhez képest. A 17 esztendős sportolót most edzője, a korábbi Európa bajnoksebestyi Júlia kísérte el. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Na hát ez egy elképesztő teljesítmény, és szívből gratulálok, és ha azt nézem, hogy tulajdonképpen a tavalyi évhez képest, illetve micsoda őrületes ugrásokat hajtasz végre, így helyezésekben, az ugrásaid is örületesek persze, akkor azt gondolom, hogy a közelgő világbajnokságra ez a tempó, ez tartható, ez kitűnő lesz, nem? Hogy így előre is ugorjak egy kicsikét, szóval hogy érzed? Igen, mindenféleképpen a VB-n is a döntőbe jutás lesz a célunk, azt tudni kell, hogy ott egy elég nehéz mezőny fog összejönni, úgyhogy elég kemény lesz a verseny, de azt gondolom, hogy egy jó programmal meg tudom folytatni ezt a sikerült. Tudom, és lehet, az arra kár hoztatni, hogy most már előre gondolkodj, bár biztos már benne vagy az edzés munkában, ezt nem is nagyon lehet. De most még egy kicsit élvezzük ki, ünnepeljük ennek a junior világbajnoki 8. helynek az ízét, annál is inkább, mert tényleg óriási a fejlődés és óriási az ugrás. És akkor még arról nem is beszélek, hogy mi lett volna egy jó szabad, mi lett volna egy jó rövid programmal, ugye akkor ki tudja ez a hely, hol lehetett volna stroffolható. Hát az biztos, hogy még többre lettem volna képes, de maximálisan meg vagyok elégedve a helyezésemmel, hiszen most is csak a döntőbe jutás volt a célunk, és a 15. helyen végeztem a rövid programot követően, és akkor is az volt bennem, hogy ezt a helyet szeretném megtartani, amikor vége van a versenynek, úgyhogy ez hát ez bőségesen sikerült túlszárni, ugye 7. lettél egyébként a Kürben, a szabadkorcsolyázásban. Júli drága, hát ha valaki, te tudod, hogy mit jelent hazai közönség előtt versenyezni, ugye még emlékszünk arra a csodálatos hazai rendezésű Európa-bajnokságra, ahol te álltál a dobogó leges legtetején. Nyilvánvalóan neked is van a versenyzői emlékeidből nagyon sok, amit át tudtál adni, hogy ez mennyire lehet, hogy mondjam, spanoló, mennyire lehet esetleg adott esetben mondjuk bénító, de hogy látod Ivetten, ő a verseny előtt melyik irányba billent? A verseny előtt próbáltam felkészíteni erre, hogy milyen lesz ott a hangulat, mondogatni emlékeket a múltból, és úgy érzem, hogy ő igazán a helyszínen tudatosult ennek a hazai rendezésű világeseménynek a légkörével, a hangulatával, hiszen amikor bementünk a stadionba, és mutattam, hogy nézd, a plakátokon ott vagy, akkor ő azt mondta, hogy jaj, inkább oda se nézek. Tehát éreztem, hogy először őt... Szokni kell ezt igen, még, és meg kellett szoknia, kellett egy pár nap, és a rövid program előtt éreztem, hogy mivel a bécsi nemzetközi versenyen egy nagyon szép, hibátlan 58 pontos rövid programot futott, hogy ő ezt szeretné megismételni, és hazai közönség előtt ezt bemutatni, és talán amikor túlságosan rákoncentrál az ember a feladatára, szerintem ebbe a hibába esett. És túl izgult egy picit. Egy kicsit túl. Azt gondolom, hogy igen, de bíztam utána a rövid program után abban, hogy átesett az első tűzkeresztségen, most már tudja, mi az, hogy ennyien szurkolnak érte, és már a kürnapján lehetett látni, hogy már sokkal nyugodtabb, és mivel előtte nagyon sokat dolgozott, tényleg hihetetlen mennyi munkát végzett, tudtuk azt, hogy benne van, és nagyon szép kürt mutatott be. Nagyon szorogalmas tanítvány a dő, erről már beszéltük egy múlt alkalommal is, ami nélkülözhetetlen, és nyilván jól mutatja ezt a nagyon-nagyon gyors fejlődést. Te is így érezted belőle, Ivet, hogy azért egy másfajta felszabadultsággal tudtál már a szabadkorcsolyázásra végre lépni? Igen, mindenféleképpen nyugodtabb fejjel és oda koncentráltabban tudtam odalépni. Azt tudni kell tényleg, hogy a felkészülésünk is nagyon jól sikerült, és tudtam, hogy még több van bennem. Úgyhogy nagyon örültem, hogy ez a külnéki is jött, és tényleg itthon egy ilyen nem annyira sikeres rövid program után oda tudtam állni, és egy jó kürt le tudtam futni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem. Picit tegyük valahogy ennek a jó kürnek az értékét helyére, mert ugye itt azért pontokat is adnak, és ugye azt is mondtad, Júli, hogy ez a 103 pont, ez bármilyen nemzetközi versenyen egy nagyon kiemelkedő teljesítmény. Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy ez a junior mezőnyben ér ilyen nagyon sokat, vagy relatíve is ez a pontszám, ha ezt most mondjuk történetesen mondjuk áttehetnénk a bosztoni világbajnokságra, akkor az szuper lenne? Igen, hiszen akkor első körben kürt futhat. Mindenképpen az ő kürje technikailag nagyon erős, hiszen tripla-tripla és ötféle tripla ugrás szerepel a programjában, ami hát ugye a legjobban között van. Az nagyon versenyképes, maradjunk ennyibe a mai mezőnyben is. És tehát a világbajnokságon is mindenképpen, ahogy már olyan sokszor említjük, az a bizonyos első kvalifikáció, az első rövid program, azon van a hangsúly, és
Egy felnőtt versenyen mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon sok a nagy név, olyanok, akik már évek óta ott vannak, letették a névjegyüket az asztalra, és ugye akárhogy vesszük, Ivett még egy újonc, ugye most robbant be a felnőtt mezőnybe az Európa bajnoki 11. helyével, tehát neki bizonyítania kell, de én azt gondolom, hogy ezek a sikerek, amiket a szezonban is mutatott, illetve már az elmúlt években, hiszen nemzetközi versenyen ő már nagyon sokszor dobogós helyezést ért el, és szépen szerepelt, szép lassan elfogadtatja magát, és azt gondolom, hogy ott lesz a felnőtt mezőnyben is a legjobbak között. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez a pontszám, ez egy minden tekintetben versenyképes pontszám, bármilyen mezőnyben nézzük, mert ezt mondhatni önmagában relatíva a kürt értékeli, ugye? Így van, hát természetesen ettől sokkal többre van szükség egy világbajnokságon, de én azt gondolom, hogy önmagában ez egy nagyon jó eredmény. Nagyszerű. Ivett, mi az igazi változás, amin szerinted? Hogyha a tavalyi esztendő eredményeit nézem, ugye itt beszélhetnek az Európa-bajnokságon, bekövetkezett őrületes pozícióváltásról beszélhetnénk nyilvánvalóan ezen a mostani világbajnokságon. Sírtan nem is tudom kiszámolni, hogy mennyi ez, talán közel 20 helyezés, szóval valami egészen elképesztő különbség. Szóval azért egyik évről a másikra ez a rapid fejlődés, ez most kezdenek úgy összeérni benned a dolgok? Tehát nyilván ahhoz, hogy az ember tripla-triplát, ötféle triplát ugorjon, előtte elképesztő mennyiségű évi munkát kell belefektetni, amíg az a pillanat eljön, hogy ezt mondjuk maga biztosan is tudja az ember. Igen, én azt érzem most, hogy így megértem a feladathoz, megértem ahhoz, hogy ezeken a nagy versenyeket jól tudjam fölfogni. Ezek mellé még hozzátársul az is, hogy ebben az évben kezdtem el, tehát a munkámat segíti a sportpszichológus, dr. Lénát Ágot, aki ebben nagyon sokat szokott segíteni, úgyhogy inkább most a mentális részét sikerült ebben az évben nagyon jól összeraknunk, de emellett ugye hozzáraktuk a fizikai részét, az edzéseket, és szerintem azok is sokkal összeszedettebbek és jobbak, mint tavaly. Tehát úgy tűnik, ugye, hogy a befektetett munka az már a korábbi években is megvolt, most viszont mondjuk, hogy az élesre töltés, tehát az, amikor az embernek a koncentrációját kell adott helyzetre kiélesítenie, abban most erősebbnek érzed magad? Hát magát igen, hogy egy nagy versenyt hogy kell fölfogni, akkor hogy ott mit kell kizárni esetleg, ami zavaró tényezők lehetnek, és mindenféleképpen csak a saját dolgodra és feladatodra kell figyelni, és azt gondolom, hogy ez a kürnél nagyon jó kijött. És a debreceni közönség az melyik kategória? A zavaró körülmény, vagy pedig inkább a segítő? Nagyon szuperek voltak a kür végén is, ugye, amikor az ember már fárad, akkor nagyon szuperul segítettek és támogattak, úgyhogy ez az ember is köszönöm nekik, mert a végén, amikor már enged ki az ember, mert ugye már csak egy ugrás, egy forgás van hátra, akkor igazából már hallja a közönség hangját, és akkor az is viszi előre, hogy akkor mindjárt vége. Szóval akkor azt mondja, akkor beengedi az ember a szűrőjén. Igen. Az elejéről nem emlékszem semmire, úgyhogy. Jó, hát nyilván a koncentráció akkor azért ugye elmosta ezeket a képeket. Ilka, hogy látod, azért te elképesztő mennyiségű világverseny indultál, nagyon korán kezdted te is tulajdonképpen nagy világversenyekkel való megjelenést, és számszerűleg is nagyon-nagyon sok volt mögötted. Milyen Ivett fejlődési folyamata így a versenyekhez való viszonyulását tekintve? Én azt gondolom, hogy rengeteget fejlődött az elmúlt évben, és ezt igazán azok látják, akik a közvetlen környezetében vannak, és szerintem jó úton halad, természetesen még sok mindenben kell fejlődnie, sok területen, de hát ez a cél, hogy előrébb és előrébb kerüljön, tehát nincs megállás. És én bízom benne, hogyha így tud tovább dolgozni, és tényleg az a csapat, aki mögötte van továbbra is, támogatja, ugye megkapjuk azt a támogatást, ami ahhoz szükséges, hogy a legjobbak közé verekedjük be magunkat, akkor sokszor fogunk még örülni. Mik ezek az apróságok azért, amikkel még evíteni kell, hogy hát látunk egy nagyon tehetséges, egy nagyon jól ugró versenyzőnőt, aki egy rendkívül bájos jelenség, ugye egy esztetikai műfajban azért ez igen lényeges, hogy szép, és nagyon jól mutat a jégen. Van-e kifejezetten a korcsolyázásában olyan kiemelendő rész, amin azért még lehetne? Én azt gondolom, hogy ő még technikailag is képes fejlődni, hiszen láttunk már tőle tripla-flip-tripla kombinációt a tavalyi évben, tehát mindenképpen az ugrások. Lehet nehezíteni ezeket az ugrásokat. Is lehet nehezíteni, amiben mindenképpen fejlődni szeretnénk még az a második pontszám, az alapkorcsolyázás
korcsolyázó tudás, hiszen a felnőttek között ugye nagyon nagy szükség lesz erre, és hát természetesen a stabilitás, hogy minél több versenyen két jó programot is fusson, hiszen az elengedhetetlen egy jó eredményhez. Na hát akkor Boston világbajnokság, mikor indultok? Mindjárt gyakorlatilag. Igen, vasárnap reggel megy a gépünk, úgyhogy... Aha. Elég korán. Jó, akkor a feladat az, hogy kürt futni, mert akkor az már azt jelenti, hogy akkor sikerült Igen. ugye odáig egészen eljutni. Igen. Jó, én azért azt kívánhatom innen, hogy legalább ilyen jó legyen az a kür, mint amilyen most Debrecenben volt, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a továbbiakban.